Nagy érdeklődés övezte a Szent István Király Múzeum Csók István képtárában azt a tárlatvezetést, amely az ókori Kína kincseit és a Járde császárok korát hivatott közelebb hozni a közönséghez. A látogatók közül többen a családjukkal érkeztek, hiszen a távol-keleti kultúra történelme meglehetősen sok érdekességet tartogat a fehérváriak számára is. Számomra elég ismeretlen, mert az ókort nagyon szeretem, a görögöket, rómaiakat nyilván ismeri az ember, de igazából a kínaiakat nem. Agyaghadsereg, óriási élmény volt, amikor láttam az agyaghadsereget, és tulajdonképpen az akkori életre, és hogy mit találtak meg abból a korból. A kiállítás legnagyobb érdeklődésre számot tevő darabja az a bizonyos jádepáncél, amely nem akármilyen feltételekkel kerülhet külföldi múzeumokba. Ez egy olyan jelentőséggel bíró tárgy, amelyhez a magyar kultúrában talán a koronázási ékszereket lehetne hasonlítani, bár teljesen más a funkciója, de olyan nagy szakrális és anyagi értéket képvisel, hogy Kínában mindig csak egy darabot engednek ki külföldre egy időbe, úgyhogy hatalmas megtiszteltetés, hogy jelenleg ez a Fehérvári Múzeumban látható. Az ókori Kína kincsei, a Járde császárok kora című kiállítás június 28-áig látogatható a hét mindennapján 10 és 18 óra között a Csók István képtárban. A tárlatvezetések időpontjairól a Szent István Király Múzeum online felületein tájékozódhatnak az érdeklődők.